Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Deák Daniel, akivel rendkívüli módon hetet fogunk értékelni, összefoglaljuk a hét legérdekesebbel és külpolitikai eseményeit. Na, ne aggódjanak, jövő héten visszatérünk a kerékvágásba, de szakértőnk is, a 21. század intézet vezető elemzője itt él közöttünk, tehát pontosan tudja, hogy mi történik Kishazánkban. Az Európai Parlament habzik. Milyen következményei lehetnek ennek ránk nézve? Az Európai Parlament egy pártpolitikai alapú testület, és értelemszerűen, mivel nekik nem szimpatikus Orbán Viktor és a Fidesz, ezt ugye már eléggé egyértelműen ki is mondják, minden módon meg akarják akadályozni azt, hogy Magyarország meg tudja mutatni magát, mert ez az EU soros elnöksége arról szól, hogy az azt ellátó adott tagállam az meg tudja mutatni az elképzeléseit, ide jönnek ugye az országoknak a vezetői, de jönnek fontos politikusok, bekerül a hírekbe az ország, és gyakorlatilag egy... Tehát ez tulajdonképpen egy PR kampány, egy országi média. És értelemszerűen azok a politikai erők, amelyek ellenérdekeltek abban, hogy például a magyar álláspont legyen szó a migrációról, gender kérdésről, vagy például ugye a háború ügyéről, tehát azok az országok, vagy politikusok, akik abban érdekeltek, hogy ez a típusú álláspont ne legyen más európai országban is olyan, amelyik teret nyer, ezek megpróbálják ezt ellehetetleníteni, elfolytani és csírájában eltekerni a magyar álláspontot. Szerintem erről szól az egész Európai Parlament. Nem lehet, hogy arról szól, hogy hamarosan az Európai Unió parlamenti képviselői választások lesznek, és ez egy fölturbozott turbulencia, mert így készülnek, és ezek hazafelé dolgoznak, hogy lássák őket, hogy milyen harcosok, hogy legközelebb is bekerüljenek? Ez a személyes indíték, tehát amikor például Daniel Freundról beszélünk, aki ugye legharcosabban, legélesebben támadja a kormányt, ő nála egy ilyen személyes ambícióban, mert ugye alacsonyan van viszonylag a támogatottsága az ő pártjának, és egy-két képviselő tudnak majd bejuttatni, és értelemszerűen amelyik a legharciasabb, Orbán ellenesebb hangot tud megütni, akkor abban reménykedik, hogy ő lesz mondjuk a listavezető. A Fidesz és a KDNP együtt ült velük a néppártba. Hogy juthattunk idáig? Hát ugye Daniel Freund a zöldpárti képviselő, tehát vele nem... De a néppártiak is ugyanilyen. Ugye a néppárt esetében meg csinálnak. Az elmúlt években arról volt szó, hogy a baloldali zöld, tehát szociáldemokrata zöld liberális pártokkal kötöttek szövetséget, együttműködés, nagy koalíciót, tehát ők miatt kicsit balra tolódtak, és ebben is egyébként nagy jelentőség lesz a mostani európai parlamenti választásnak, hogyha a jobboldali erők, tehát a néppártól jobbra lévő két pártcsalád tud erősödni, több képviselőt tud majd delegálni az Európai Parlamentbe, akkor elképzelhető, hogy az Európai Néppárt is rádöbben, hogy nem a baloldali politikusokkal érdemes szövetségre lépni, hozzájuk igazodni, hanem mondjuk érdemes lenne visszatérni a gyökerekhez. De menjünk korábbi barátunkhoz, a zöldpárti vezetőhöz. Milyen zöldpárti vezető ő akkor, amikor Németországban leszerelik az atomerőműveket, és a franciák által, atomerőművek által gyártott elektromos áramot importálják. Dögölje meg a szomszéd tehene, vagy csak szeretném megérteni. Ezt így barátokkal szoktuk beszélni, hogy egyébként a zöldek az új kommunisták, tehát ugye vannak ideológiai, politikai célkitűzések, és a realitással nem törődve ezeket mindig el akarják érni. Dani, de könyörgöm, a természet védelme az egy ősi tórai szabály, ezért pihentetik 7 évenként a földet, ezért művelik meg másképpen. Az új szövetség átvette az ószövetségöt, tehát ezek vallási szabályok, ezek a zöld dolgok, ezek nem baloldali, tehát akkor ezek zöldre vannak festve, vagy tényleg a jövő emberei, akik akarnak maguk után hagyni egy használatot. Mondom, ők az új kommunisták, tehát vannak politikai, ideológiai célkitűzések, hogy nem tudom, hogy az atomenergiával számoljunk le. Nem érdekli őket az, hogy energiaválságban, nem érdekli őket az, hogy drágán fogják majd venni más országból, ez egyébként szintén atomerőművek által előállított elektromos áramot. Nem érdekli őket az, hogy mondjuk egy városban nem érdemes embernagyságú gazt növeszteni, mert is azt mélegelőként eladni, megcsinálják. Tehát pont
sportklubban mentem a Rákospatak mentén a napokban, és nem hittem a szememnek, tehát ember nagyságú gaztenger van végig a patakpart mentén, és oda van rakva egy tábla, hogy várjuk a éhes beporzókat, ez van odaírva, és akkor tegnap pont Tiszafüreden voltam. És a méhek tudnak olvasni. Hát csak mondom, tegnap Tiszafüreden voltam, ahol azért nagy a zöld, tehát ott tényleg elképesztően gyönyörű természeti adottságok vannak, és akkor ezt így mondtam ott a helyben a lakossági fórumon, és ők is röhögtek, tehát ők ott vannak vidéken, a természetben, és mondják, hogy hát a településen levágjuk a füvet, lenyírjuk, mert jönnek a szúnyogok, allergiás, gyom, tehát teljes mértékben. De hát könyörgöm, bodzaszüret van, és a szakértők külön elmondják, hogy ne az országúti bodzákat, ami tele van füsttel, kosszal, próbáljuk leszületelni, hanem a nyugodt körülmények. Nem is azt, ugye lakópark kerülés közepén van ez az egész, és ott allergiások élnek, akár olyanok is élnek, akik mondjuk egy daráscsípéstől meg is halhatnak, tehát egészen felültén is elképesztő az, amit egyébként ez a városvezetés csinál, a rögeszmét követi, és nem foglalkozik egyébként a realitásokkal. Ezt látjuk a zöldeknél Németországban, hát egyik legújabb kedvencem, legújabb akciójuk, hogy leülnek az autópályán vagy az autóutak elé a kocsiknál, tehát leülnek a kocsik elé, és nem engedik a forgalmat menni, és tényleg ilyen konfliktusok vannak, tehát az autóból kiszállnak az emberek, megfogják őket, arrébb rakják, tehát egészen elképesztő állapotok tudnak kialakulni, és szerencse, hogy azért Magyarországon erre olyan nagy fogadókészség nincsen, úgy tűnik. Szerinted mennyire van esélye az új pártoknak, pártocskáknak, akik a baloldal farvizén és a zöldek farvizén jól befestik magukat, egyáltalán a küszöböt meg tudják lépni? Hát Magyarországon nem, tehát ugye a Párbeszéd és az LMP, hogyha még összefog, akkor sem tud egyetlen egy képviselő sem küldeni az Európai Parlamentbe, tehát ott nem nagyon látom azt, hogy lenne erre fogadókészség. Pont egy német lap készített velem interjút nem olyan régen, és akkor kérdezték, hogy nálunk miért nem annyira erőteljesek ezek a típusú zöldnek nevezett mozgalmak, vagy klímatüntetések, meg ezek a pártok, és akkor én elmondtam, hogy a környezetvédelemben, a természetvédelemben nemzeti konszenzus van, tehát nincs egyetlen olyan politikai erőse, amelyik az ellen dolgozna, hogy ezek a környezetvédelmi szabályok ne érvényesülnének, ez jobb oldaltól, bal oldaltól teljesen mértékben független, azonban ezek a típusú zöld pártok, vagy maguk a zöldnek nevező politikusok teljesen más irányt visznek, ők ilyen ideológikus politikai irányba viszik ezt az egészet, amire viszont nincsen fogadókészség Magyarországon. Dani, mi történik a Momentummal, mert ők is zöldek? Hát a Momentumnál egy stagnálás és gyengülést látunk, tehát ugye most az elmúlt időszakban a kordonbontástól, meg az ilyen típusú tüntetések szervezésétől reméltek egyfajta felhajtó erőt, hát talán kedden volt a legutolsó akciójuk a várban, és 30-40 ember vett rajta részt. Hát annak idején a Fidesz is népszerűvé tette a kordonbontást, gondolom erről gondolták. Nem ez volt azért az elsődleges, ami fontos volt, csak hogy 30 ember vett részt a Momentumnak a rendezvényén, ami azt mutatja, hogy ez egy totális kudarc. Tehát ennél nagyobb égés, kellemetlen dolog. Mi történik a diák tüntetésekkel? Én ezeket nem diák tüntetéseknek nevezném, tehát itt pár száz ember van kint ezeken a tiltakozásokon, nagyon sok korábban ismert baloldali politikus, baloldali aktivista csinálja ezeket, olyanok, akik már gyakorlatilag minden ellen tiltakoztak az elmúlt 13 évben, tehát nem volt olyan tüntetés, amire nem mentek volna ki. Az végül is megérkezne az Európai Unió által visszatartott pénz, és a tanárok megkapnák, ami jár nekik, akkor ennek vége lenne? Most azt mondta a kormányzat, hogy a pályakezdők esetében állami forrásokból ezt már meg fogják csinálni. Tehát ugye a legnagyobb probléma az, hogy úgy lett kialakítva a tanárbér struktúra, hogy akik már kimenő korban vannak, tehát nyugdíjas kor felé tartanak, náluk van ugye a magasabb bér, és a pályakezdőknél van a legalacsonyabb, mert ugye teljesítmény meg az évek alapján van ez kategorizálva. És ugye az a probléma, hogy viszont így, hogy a pályakezdés időszakában alacsonyabb bér, és sokkal kevésbé csábító mondjuk egy egyetemistának, hogy akkor menjen a tanári pályára. Tehát ebbe lesz változás, ezt ugye el akarják már érni most állami forrásokból, hogy akkor a pályakezdő bérét megemelni, és akkor jönnek az uniós források, akkor lesz egy általános béremelés. És ugye ez a célkitűzés meg is van, hogy a pedagógusok esetében a diplomás átlagbér 80%-a legyen az a fizetés, ami kapnak ezek a pedagógusok, és ez egy olyan cél, ami az uniós átlag. Akkor sem lesz elég tanár. Most jöttél vissza izraeli pihenésedről, akkor vegyünk egy izraeli példát. Az izraeli kormány úgy döntött, hogy több 10 000 nyugdíjas pedagógust,
a nyáron gyors talpalóval, fizikailag, de úgy, hogy vitaminokkal fölpumpálnak, fölkészítik őket, és a következő tanévben bevetik őket, addig, amíg új tanárok születnek az egyetemeken. Ez tanárhiány mindenhol a világon van jellemző, és egyébként azért is, mert átalakul a nyugati világ. Tehát maga a digitalizáció is egy teljesen más oktatási rendszer fog hozni, és ugye az előregedő társadalom is teljesen más feltételeket fog szabni. Tehát hiába ugye csökken a tanároknak a száma, de ezzel párhuzamosan sajnos a gyerekek száma is csökken a nyugati világban, tehát eleve kevesebb pedagógusra lesz majd szükség a jövőben. Emellett ugye azt tegyük hozzá, a digitalizációban a nagyon megbetűen átalakul. A talán azért majd segít. Igen, ezen. Segít, de azért látjuk, hogy nem sikerült megállt ezt a folyamatot. Ratkolnát nem lehet visszaívni. Csak azt akarom mondani, hogy a maga az oktatás is átalakul. Tehát pont a 21. század intézetnél egy digitális oktatás rendezvény sorozatot csináltunk, és ott ugye új technológiák jönnek. Tehát van a VR szemüveg például, amit az oktatásban mindenképpen használni fognak, ezt például a Kínában már használják. Az azt jelenti, hogy egy ilyen VR szemüveget fel fognak venni a diákok, ugye ezt most már több országban is próbálják, kísérletezik, és ott például akár 50 gyereket egy terembe raknak, és igen, ilyen szemüveggel viszont tiltakoznak időközben. Csak azt akarom mondani, hogy új technológiák jelennek meg, a digitalizációban nagyon sok lehetőség kinyílik az oktatásban. Általános iskolás tanító. Nem, tehát most nem az általános iskoláról beszélünk, hanem a felső tagozatosokról, felső oktatás, tehát nagyon sok minden új technológia jelenik meg az oktatásban. Kedves nézői, megpróbáltuk a világ problémái egy részét átnézni Deák Daniellel, a 21. század intézet vezető elemzőjével. Köszönöm, hogy rendelkezésre álltál ebben a témában is, és mielőbb visszavárunk. Előzetesek is, már is jövünk vissza. Tartsanak velünk!